2009. október 26-án tartotta soron következő ülését Vésztőváros képviselőtestülete. A napirendi pontok között szerepelt a Pietas Kft. Beszámolója a település köztemetőjében végzett tevékenységéről. Elhangoztak általános tudnivalók 2009-ben jelentkező problémákról, bevételek és kiadások. A társaság kérelme a testülethez, hogy a sérhely árakat legalább az inflációval emeljék. Második napirendi pontban több rendeletet is módosítottak a képviselők. Így például Vésztőváros jelképeiről szóló, vagy az állattartási helyi szabályzatáról szóló rendelet módosítására is sor került. Szó volt még többek között a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételéről szóló rendelet módosításáról is, azonban egyelőre még megfelelő döntés nem született, így ezt majd a későbbiekben fogják tárgyalni a képviselők. Ezek mellett a testület elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési tervet, továbbá tárgyalták a karácsonyi díszkivilágítás bővítését is. A képviselő testület továbbá jelképes 20 000 forinttal támogatja a Sáréti Tej címmel megjelenő könyvet. De a 2 és 5 év közötti gyerekek agyhártyagyulladás elleni védőoltásának kérdése is a testület elé került, melynek igényét fel kell mérni a lakosok között. Továbbá a Borostyánkő idősek otthonában végzett elégedettségmérés eredményét is megtudhatták a képviselők, így például a többség elégedett az elhelyezéssel, az egészségügyi ellátással, valamint a foglalkozásokkal, programokkal. Vésztőváros képviselő testületének október 26-ai üléséről bővebben későbbi adásainkban számolunk be.